Talán nem fárasztom azzal a hallgatóságot, hogy elmondom, hogy milyen furcsa anomáliákat szült a terv fétisizmus. Ugye a terv az január 1-től december 31-ig tartott, tehát bizonyos fajta mennyiséget le kellett gyártani, el kellett szállítani, el kellett készíteni az év utolsó napjáig. Na most külkereskedelemben dolgozva, fiatal külkereskedőként számos olyan dolgot észleltem, ami hát aztán tényleg szinte már szarkasztikusan ábrázolja ezt a helyzetet. Karácsony és új év között kétségbe esetten vagonokat és kamionokat rakottak szellemi munkát végző vagy adminisztratív munkát végző emberek is azért hivatalból kivendelve, hogy annak a terméknek a kiviteli bélyegzőjén a vámhivatal még december 31-i jelzéssel mutassa azt, hogy az országból kiszállították, mert a január 1 -e az már hát, terv, terv megsértésének számított, és még ezen kívül hát szinte valóban humorezbe illő históriák, hogy volt olyan, az akkor egyetlen kamiontársaságnak, a hungarú kamionnak az összes kocsiját megpakolták, a sofőröket kiküldték, és a kamionok december 31-én leparkoltak valahol a, mit tudom én, jugoszláv, osztrák, Csehszlovák határnak a túloldalán, tehát Magyarországot átlépve, birtokban az okmányok, amelyek december 31-ével igazolták az állónak a kiléptetését, a sofőrök a kamionokkal beálltak a parkolókba, értük ment a vállalatnak az autóbusz, a hazavitte őket szilveszterezni, majd január 1-én visszavitte őket, és akkor folytatták az útjukat. Pusztán egy ilyen hülyesség, majd elnézést, borzalom miatt, ami a terv abszolút teljesítését kívánta.